A kisze egy menyecskének öltöztetett szalmabáb, démoni alak, amely mindig a rosszat, a betegséget jelképezte. A népszokás lényege az, hogy a kiszebábot körbehordozták a faluban ének kíséretében, felöltöztetik, majd a tél előzésére vízbe dobták vagy elégették. Ezzel hívták, várták a tavaszt, melyel helyet adtak a jónak, az egészségnek, a megújulásnak. A Szerencsi Napsugár és Gyárkerti Óvoda csöpségei és óvoda pedagógusai február 21-én délelőtt ideiglenes helyükön az egykori cukorgyár épületének az udvarán igazi télűző ünnepre készülődtek. Az intézmény apraja nagyja, jöjjön a tavasz, vessen a tél, mondókát skandálva az udvaron várta a kiszebáb elégetését. A gondosan elkészített kiszebábra felkerültek a tavaszváró jó kívánságok, majd amikor meggyulladt a tűz, a kicsik és az óvónők közösen dalokkal és mondókákkal hajtották el a telet. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól és bajtól. A kicsik és nagyok örömére elégett a báb, és ezzel megérkezett a remény, hogy sikerült előzni a morcos hideg időt.